Városunk szeretne hozzájárulni az ünnepi időszak hangulatának, varázsának megteremtéséhez, ezért ebben az évben egy igen gazdag kulturális kínálattal, adventi vásárral és műsorokkal várja a családokat. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Gyurkovics János alpolgármester a szekszárdi adventet. Arról is szólt, a szórakozás mellett fontos, hogy ebben az időben fokozottan figyeljünk oda egymásra. Segítsünk egymáson, és kérem szépen gondoljunk az egyedül élő, elesett beteg embertársainkra is, és őnekik is mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy szebbé tudjuk tenni a karácsonyukat. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója arról szólt, minden napra szerveztek programot, amivel színesebbé tennék a karácsonyvárás időszakát. Nagyon gazdag programkínálattal készültünk ebben az évben, remélve azt, hogy a vírus talán nem fog olyan problémákat okozni, hogy a szabadtéri programokat ne lehessen megtartani. Minden nap 5 óra és 6 órai kezdettel itt a Béla Király téren felállított színpadon neves színművészek, helyi csoportok, zenekarok, iskolai csoportok, együttesek fogják szórakoztatni a közönséget. A Béla téren álló város karácsonyfáján kigyúló fények jelezték az adventi időszak kezdetét. Szakadó esőben gyújtotta meg az első adventi gyertyát Pakson Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Első gyertya a hitet jelképezi, ennek a gyertyának a fénye, a hit fénye, és azt kívánom, hogy ez világítsa be következő időszak az utunkat, úgy, ahogy a betlehemi csillag vezette a három királyokat a gyermek Jézushoz. Süli János köszöntőjében arra is kitért, a rohanó világban a legfontosabb, hogy jusson időnk szeretteinkre és magányos szomszédainkra is. Egy olyan adventi udvart sikerült itt kialakítanunk, amely mindenki számára vonzó lesz. Én azt gondolom, olyan karácsonyi installációk, olyan karácsonyi fények, a hangulat várja majd az ide látogatókat, amelyet eddig nem szokhattunk meg, meg maga a tér is úgy lett ugye tervezve, hogy ilyen rendezvények megtartására alkalmas legyen. Tamás Iván kézműves foglalkozással indult az advent első vasárnapjának programsorozata a Művelődési Házban. A település polgármestere elmondta, hogy az elkövetkezendő 3 hétvége is színes programokat tartogat majd az ünnepre való hangulódási jegyében. Közel egy évtizedes hagyomány Tamásiban, a város főterén, a Turmezei téren. Az itt élőkkel, az érdeklődőkkel együtt várjuk a karácsonyt. Minden adventi vasárnapon egy kis összejövetellel, műsorral készülünk azoknak, akik szívesen eljönnek így vasárnap délután este. A programok mellett kézműves vásárt is tartunk. Bonyhádon is meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján, és ezzel kezdetét vette a 3. völgységi advent programsorozat is. Nagyon jó ötletnek tartom, és remélem sokkal többen fognak élni vele, mint ahogy most látom egyelőre. Szerintem az első sok embert otthon tartott. A felnőttek mellett természetesen a gyerekek körében is nagy volt az érdeklődés a karácsonyi forgatag iránt. Nagyon örülünk, hogy megindul a karácsonyi vásár. Szerintem nagyon kellemes, jó kis elfoglaltság. Gyerekeknek is tetszik, szeretnek ide lejárni. Még egy kicsit gyér az érdeklődés, de szerintem majd később még alakul ez a dolog. A völgységi advent program sorozaton a szervezők igyekeznek mindenki számára érdekes rendezvényekkel tarkítani az ünnepi időszakot. Céljuk az, hogy az esemény sorozattal közelebb hozzák egymáshoz a bonyhádi és a környékben élő embereket.